Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Kressz TV YouTube csatornáján. Elég sok kritikát kaptam, hogy mintha eltűntem volna, és hát hetek óta nincsenek Kressz témában aktuális filmek. Elárulom, hogy ennek azért nyomós oka van. Egy nagyon nagy munkában voltam, bár örömmel jelentem, hogy ezt befejeztem, és hamarosan meg fogom nektek mutatni, hogy mi is volt ez a feladat, amit kitaláltam magamnak, és milyen eredménnyel sikerült befejezni. Mai nap egy érdekes témával szeretnék foglalkozni, hiszen azért folyamatosan néztem a különböző közösségi oldalakat, és hát bevallom őszintén, van három ábra, ami folytonosan előkerül és hatalmas vitákat vált ki, úgyhogy úgy döntöttem a mai adásba, tegyük helyre ezt a három közlekedési szituációt, teljesen fölöslegesek, úgy gondolom, ezek a meddő viták. Az első ábrán egy kanyarodó főútvonalat látunk, ahol érkezik egy személygépkocsi, illetve egy autóbusz. A személyautó az elsőbbségadás tábla felől jön, míg az autóbusz a főútvonal felől és azon kanyarodna tovább. Ez így egy egyszerű helyzet lenne, ha nem lenne ebben a kereszteződésben forgalomirányító lámpa. És ha megfigyeljük, akkor a lámpa mind a két közlekedő számára zöld fényt mutat, a busz kanyarodik, ahogy mondtam, a személyautó felhajt a főútvonalra, és a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi van, hát hatalmas vitákat szoktam olvasni, szinte vérre menő viták, és a vége az, hogy senkinek nincs igaza. Úgyhogy most úgy gondolom, egy picit tegyük helyre ezt a helyzetet. Egy kicsit egyébként mesterkélt ez a megoldás, ugyanis, hogyha megnézem a magyar úgynevezett forgalomszervezési szabályokat, többek között ami a forgalomirányító lámpákkal kapcsolatos, akkor abban egyértelműen az szerepel, hogy ilyen kereszteződésnek nem szabadna lenni. Azaz, telezöldes forgalomirányítás kanyarodó főútvonalon nem lehet, ilyen helyzetben kizárólag nyilaszöldet lehet alkalmazni méghozzá úgy, hogy akár az elsőbségadás tábla felől érkezünk, akár a főútvonal tábla felől, a másik irányból érkezőnek nem lehet szabad jelzése. Ezen az ábrán viszont mind a két járműnek telezöldje van, és ahogy említettem, a valóságban elméletileg nem lehetne ilyen. Természetesen van erre a helyzetre is megoldás, és ezt főleg azért hangsúlyoznám ki, mert egyébként én találtam Budapesten egy olyan kereszteződést, ahol hasonló megoldás van, ez pedig nem más, mint Csepelen a Csepeli út és Lámpás út kereszteződés, ahol a felhajtónál, tehát az elsőbségadás tábla felől, illetve a szemből érkezőnek ugyanabban az időben van telezöldes fénye, és egyébként, amikor ott jártam és felvételt készítettem, azt láttam, hogy elég bizonytalanok az ott közlekedők, tehát ők sem értették ezt a szituációt egyértelműen, ennek ellenére nem volt baj, mert alkalmazkodtak egymáshoz a járművezetők. A megoldást egyébként a Kressz sugallja, ugyanis a Kresszben a forgalomirányító lámpáknál szerepel az a mondat, hogy amennyiben az útkereszteződésben ilyen jelzéseket, ilyen fényeket látunk, akkor sem a főútvonaltábla, sem az elsőbséget szabályozó táblák nem élnek, nem érvényesek. Ebben az esetben tehát a mind a két zöld irányból érkező jármű között a kanyarodás szabálya fog dönteni, és ha tetszik, ha nem, mivel olyan mintha a tábla ott sem lenne, ezért a személygépkocsinak van elsőbsége. A következő felvétel szintén egy kanyarodó főútvonal. Bevallom őszintén, ilyen képet én magyarországi kresszkönyvekben, vagy esetleg a tesztvizsgabankban nem láttam, szerintem ez nem magyar eredetű ez a kép, de azért érdekes felvetés, kanyarodó főútvonal, főútvonal ágában érkezik egy piros színű személygépkocsi, amelyik viszont nem a főútvonalon megy balra, hanem azon vissza is kanyarodna oda, ahonnan érkezett, és akkor mi a helyzet ilyenkor az elsőbséggel? Hát sokan azt mondták, a villamos az első, el kell mondanom, ezen a képen nincs villamos, az egy sárga autóbusz, tehát azért a villamost egyértelműen sinekkel és vezetékkel szokták jelölni, úgy gondolom ez a sárga jelű jármű egy autóbusz, aki egyébként az elsőbségadás tábla felől érkezik, tehát biztos, hogy ő lesz az utolsó.
Mi a helyzet azzal a járművel, amelyik még egyszer mondom, jön a főútvonal felől, balra megy, de utána visszafordul. Én úgy gondolom, hogy az ilyen forgalmi helyzeteket is kerülni kéne, tehát itt megint a közútkezelőnek lenne egy feladata, hogy nem engedné meg ebben a helyzetben a visszakanyarodást. Egyébként, ha megnézzük, a képen van úgynevezett besorolás rendjét jelző nyíl, ami egyértelműen balra mutat, és ha fellapozom a kreszt, ez az útburkolati jel utasít minket egyértelműen, hogy csak balra mehetünk, nem kanyarodhatunk vissza. A visszakanyarodással kapcsolatban meg kell jegyeznem egy fontos szabályt, hogy a kressz szerint megfordulás közben nem akadályozhatjuk a forgalmat. Ugyanakkor ez a piros autó, amikor már visszafordulna, akkor úgy is tűnhet mondjuk a kék autó szemszögéből, mintha a mellékútról érkezne. Tehát én azt javaslom, hogyha egy ilyen helyzet lenne, akkor mindenképpen a visszakanyarodó járművel engedjük el a főútvonal másik ágában érkező járműveket, hiszen, még egyszer kihangsúlyoznám, megfordulásnál nem akadályozhatjuk a forgalmat, tehát ebből következik, hogy a piros autónak ilyenkor alkalmazkodni kéne a többi járműhöz. A harmadik képen egy nagyon érdekes kereszteződést látunk, ha megfigyeljük, három autó érkezik, kettőnek elsőbségadás táblája van, míg a harmadik egy stop táblát lát. Na hát ebből hatalmas vita van szintén, nagyon sokan állítják, de a stop tábla az úgymond hát nagyobb tilalom, mint az elsőbségadás tábla, hiszen valóban ilyen helyen mindenképpen meg kell állni, de ez így nem igaz, a két jelzés között erősorrend nincsen, annyi, hogy a stop táblánál mindig meg kell állni, az elsőbségadás táblánál, hát ahogy szoktam mondani, sokszor meg kell állni, és ha már mindenki áll, akkor már olyan mindegy. Tehát ez a lényeg, hogy erősorrend nincs közöttük, azonban hagy hangsúlyozzam, amit itt látunk, szintén egy forgalomszervezési hiba, ilyen kereszteződésnek nem szabadna lenni az életben. Ugyanis, ha fellapozom a kreszt az elsőbségadás táblára, egyértelműen azt írja a szabály, hogy ilyen esetben a keresztező úton érkező járműveknek elsőbséget kell adni, tehát ezt jelenti a tábla, illetve olyan lehet, amiről beszéltünk eddig is, mint a kanyarodó főútvonal, ahogy alárajzolják a kereszteződés alaprajzát. Ilyen viszont, hogy három oldalról elsőbségadás tábla nem lehetne. Ennek ellenére bármilyen furcsa, de a 16. kerületben találtam ilyen kereszteződést, méghozzá a Bekecs utca, Monoki utca sarkán, annyi különbséggel, hogy három elsőbségadás tábla van, és bizony azt látom, hogy az autóvezetők elég tanácstalanok, főleg akkor, amikor szemből érkeznek, és az egyik kanyarodna, és valóban itt a busz miatt alakították ki, az autóbuszforgalom miatt ezt a kereszteződést, az egyik szárán nincsen elsőbségadás, de több problémát okoz, mint amennyit segítene. Tehát visszatérve mind a három ábrára, egy kicsi probléma van velük, valóság, illetve úgy szoktam mondani, forgalomszervezés szempontjából, elméletileg ilyen helyzetekkel nem szabadna találkozni, de arra tökéletes, hogy hatalmas viták alakuljanak ki az interneten, ami azért egy picit jó, mert legalább foglalkozunk a közlekedéssel, foglalkozunk a kressz szabályokkal. Én azt javaslom, hogyha megint felbukkan valahol a három ábra közül valamelyik, megint látjátok, hogy nagy vita van, akkor linkeljétek be ezt a videót, mert mondom, ebben megpróbáltam úgymond elfogadható magyarázatot adni. Kíváncsi vagyok azért a kommentekbe, milyen megjegyzések jönnek, mert biztos, hogy sokaknak lesz észrevétele. Köszönöm a figyelmet! Ha tetszik a Kressz TV, akkor kérem, hogy iratkozzatok fel, osszátok meg ezeket a filmeket, nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, főleg azoktól, akik éppen Kressz vizsgára készülnek, hogy valóban nagy segítséget kaptak ezekből a felvételekből. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!